A jegybanki dolgozók átlagbére a duplájára, a vezetők díjazása pedig az ötszörösére nőtt Matolcsy György érkezése óta. A jegybank elnöke az ATV.hu kérdésére elmondta, hogy a fizetések így is a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. A jegybank vezetőinek alapbére jelenleg havi bruttó 3 és 5 millió forint között mozog. A Jobbik elszámoltatást ígért. Matolcsy György unokatestvéreinek és fiának szerződéseiről is faggatta a parlamentben az MSZP-s Bárándi Gergely a jegybank elnökét. A bútorgyár után nyáron éppen az Origo hírportált szerezte meg, még hogy nincs köze a családjának az Origohoz, elnök úr. És hogy rentábilis legyen a fia üzlete, 1,5 milliárd forintot vert el az MNB reklámkampányra, amelynek a jelentős része épp az ön fiának a cégénél landolt. Matolcsy György válaszában némileg kiterjesztette a család fogalmát. Számunkra, akik hívő emberek vagyunk, 7,5 milliárd rokonunk van a Földön, hiszen az Úr, a Teremtő mindenkit rokonként megteremtett. Tehát ehhez képest ön elég szűk körűen sorjázta a kis listáját. Matolcsy György száfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a jegybank dolgozóinak száma kétszeresére nőtt volna. Mint elmondta, a létszám a feladatok bővülése, így például a felügyelet integrációja miatt 1080-ról 1400-ra nőtt. A legfrissebb júliusi adatok szerint a jegybank elnökének bruttó alapjövedelme havonta 5 millió forint, az alelnököké 4,5 millió, míg a monetáris tanács tagjaié 3 millió forint. A jegybank elnöke az ATV.hu kérdésére elmondta, hogy az országgyűlés döntése tette kötelezővé, hogy a Nemzeti Bank monetáris tanácsának és felügyelőbizottsági tagjainak fizetése emelkedjen. A Magyar Nemzeti Bankban történt fizetésrendezések révén ma ott tartunk, hogy összesen két ország előz meg bennünket az EU-28-ok között hátulról. Tehát csak Észtországnak és Litvániának van alacsonyabb fizetés a pénzügyi rendszerben, mint Magyarországnak. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kormánytól független intézmény, de védelmébe vette a jegybank bérpolitikáját. Felidézte, hogy Matolcsy György hivatalba lépése óta a kamatcsökkentések és az új monetáris politika jelentős megtakarítást jelent az államnak. Tehát ha ezt nézem, akkor ez 650 milliárd forintos éves plusz. Ehhez képest természetesen egy bank adhat tájékoztatást a növekvő bérekről, de én jobban örültem volna, ha a Simonféle jegybank a jelenlegihez képest is kétszeres béreket ad és hasonló monetáris eredményeket tud felmutatni. A Jobbik ezt másként értékelte. Hát az teljesen nonsens, hogy az állam vagyonával, aki visszaél, nyugodtan mondhatom, hogy nem él, hanem visszaél, gondolok itt az alapítványaira és a családi kinevezésekre és fizetések emelésére. Én azt gondolom, hogy az a minimum, hogy rájuk elszámoltatás vár. A Jobbik szerint ugyanis nem a jegybank vezetőinek teljesítménye, hanem Orbán Viktorhoz fűződő viszonyuk áll a jelentős béremelés mögött.